Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Kedves nézőink talán egyetértenek velem abban, hogy Székesfehérvár nem csak a kultúra, nem csak a gazdaság, nem csak a királyok városa, hanem a sportvárosa is. Ezért is nagyon fontos számunkra, hogy jeles ünnepeinken azok a sportvezetők, edzők is megkapják az őket megérdemelt elismerésüket, amelyek azt hiszem, hogy megilletik őket, hiszen a sportnál nincs jobb. Vendégem pontosan ezért Hirt Károly. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, aki Pro Civitate díjat kapott most a királyi napok ünnepi közgyűlésén, a koronázó város ünnepi díszközgyűlésen, Szent István királyunk terén, Sidló Ferenc szobránál. Ez egy fontos pillanat volt, azt hiszem, mindannyiunk életében. Viszont az atlétikáról kell, hogy beszéljünk. A sportok királynője számomra szent. Az emberek többsége szerelmes a labdarúgásban, én sem vagyok kivétel, de az atlétika más. Az atlétika az egy csoda. Annál is inkább, mert nem régiben beszélgettünk számtalan osztály, ugye én testnevelés tagozatos osztályba jártam, a Vasváriban is nagyszerű atléta osztálytársaim is voltak, osztálytársaim is, mert atléták is. És mindig csodáltam azt a rengeteg munkát, azt a rengeteg befektetett energiát, amit az eredményekért megtesznek ők. Így aztán adódik a kérdés, miért választottad pedagógusként, illetve edzőként az atlétikát, mint sportágat? Hát igen, nehéz erre válaszolni, de én azt gondolom, hogy a véletlenek sorozata az annak az eredménye, hogy én ma itt ülhetek, és azt gondolom, hogy az emberek zöme, így én is nem feltétlenül célként jelöltem meg ezt kisgyerekkoromban, hogy én atléta edző, vagy aztán később sportvezető leszek, hanem így alakultak a dolgok. Én egy olyan kis faluban nőttem föl, ahol a liba legelő volt a tornaterem. 1-4 osztályba, osztatlan iskolába jártunk, vagy osztatlan osztályba jártunk, ezt szerintem nagyon sokan még nem is tudják, hogy mit jelent. Én gyakorlatilag középiskolás koromban a Pécset szembesültem azzal, hogy a focin kívül, mert ugye a liba legelőn azért focizni lehetett, más sem, vannak más sportágak is. És egy kedves barátom vagy osztálytársam, inkább így nevezem, járt és ment le a PVSK-hoz atletizálni, és hát elmondta, hogy egyáltalán mik vannak ott, meg hogy történik, és valószínűleg, hogy az emberben azért akaratlanul ott mocorog valami, hát gondoltam, hogy én is lemegyek és megnézem, hogy mi ez, és kipróbálom magam. Így kezdtem atletizálni, aztán onnan már nagyon-nagyon sok lépcsőn keresztül vezetett az út, addig, amíg most augusztus 20-án átvehettem ezt a díjat. A TF-re egyenes utat vezetett? Nem, én a TF-et levelezőn végeztem el, és ott már célirányosan atlétika szakedzői szakra jártam, nem egyenes út vezetett, és a sporttal való kapcsolatom sem volt egy egyenes út. Középiskolás korom után 5 évig semmit nem csináltam, aztán 5 év után mentem el ismét a PMS, akkor már PMSC atlétika szakosztályába jelentkeztem. Kezdtem el ismét edzeni, de az akkori vezetőedző dr. Harsanyi László, aki egyébként kitűnő sportszakember is volt, nem csak mint sportvezető, ő inspirálta arra, hogy jobb, hogyha én az energiáimat nem mint sportoló, hanem mint edző próbálom ki, és próbálom kamatoztatni, és hát úgy tűnik, hogy ez egy jó döntés volt. És én éppen a napokban mondtam valakinek, hogy a szamár létrát abszolút végigjártam, mert 1 évig tanultam segédedzői tanfolyamon, 2 évig tanultam a középfokú edzőit, és 4 év volt a TF-en a szakedző. Tehát gyakorlatilag én 7 éven keresztül nem csak gyakoroltam, hanem tanultam is, és úgy őszintén megmondom, nekem nagyon nagy hiányérzetem van a mai edzőképzésben. Gyors talpaló. Igen, tehát én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon gyorsan kaphatnak olyanok jogosítványt arra, hogy élettani folyamatokat irányítsanak, hogy emberek sorsába belenyúljanak,
hogy egy fiatal embernek a sportkarrierjét igazgassák, akik nem biztos, nyilván vannak kivételek, de nem biztos, hogy rendelkeznek azokkal az elméleti ismeretekkel és tudásokkal, amihez szükséges. És még van egy óriási szerencsém, és ugye említettem az elején, hogy a véletlenek és a szerencsék együttes hatásának köszönhető az, hogy 20-án átvettem ezt a megtisztelő díjat, hogy ez a kitűnő sportvezető Harsány László a szakcikkeit, egyébként ő az elsők között volt, aki sportból és atlétikából szerzett doktori címet. A szakcikkeik, amiket publikált, rendszeresen nekem adta oda, hogy tanulmányozom, olvassam át, érthető-e, olyan nyelven írta el-e. Viccesen mindig azt mondta, hogy egyébként is öreg, ha te ezt megérted, akkor mindenki meg fogja érteni. De ez nyilván ez csak egy vicc volt. De nagyon sokat tanultam belőle, mert nem csak a fogalmazást és a helyesírást néztem át, hanem meg is tanultam ezeket a cikkeket, ami nagyon sokszor hivatkozott olyan kutatásokra, amik akkor nagyon korszerűek voltak. Igen, úgyhogy nagyon jó föl voltam vértezve. Abszolút egyetértek veled minden egyes szavaddal, mert magam is ezt tapasztalom, igaz, hogy a futballból veszem a hátterét, amit most mondok, hogy sokan azt gondolják, hogy egy-két tanfolyammal el van intézve, mert remek futballista volt adott esetben, vagy értelmes ember az élet más területén. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a TF edzőképzés, a felsőfogó edzőképzés az nagyon is hiányzik. Azokat az élettani folyamatokat, azokat az edzésmódszereket igenis csak egy kiművelt ember föl tudja alkalmazni hitelesen, ahhoz nem elég 2 hónap. Tehát nem elég a tehetség, ehhez kell tanulni, és szorgalmasnak lenni, és követni a világot. Tehát ezt gondolom én. Ugye 30 esztendeje vagy Székesfehérváron az idei évben, 86, az egy fontos dátum az életedben. Mi hozott Fehérvárra? Még nagyon fiatal voltam, ugye akkor 31 évesként az előbb említett Harsány László mondta nekem rendszeresen, öreg, ez volt a így hívott mindenket, hogy öreg belőled jó edző lesz. És egy idő után én azt mondtam neki, nézd Laci, én el fogok menni, mert én nem jó edző akarok lenni, hanem eredményes edző akarok lenni. És Pécset, és sajnos azt kell, hogy mondjam, mind a mai napig a sport és elsősorban az egyéni sportágak, többek között atlétika is, részben a sportágban dolgozó edzők és szakembereknek az ellentéte miatt, részben pedig a városvezetésnek szerintem hibás koncepciója, hogy nem támogatták kellőképpen ezt a sportágat, ellehetetlenítette azt a törekvést, hogy az ember eredményes legyen. És én azt gondoltam, hogy jó, akkor most elértünk egy szintig, nagyon sokat tanultam ott, ott kezdtem az edzői pályámat, de hogyha én eredményes akarok lenni, akkor valamerre másfelé kell indulnom. És két lehetőségem volt, vagy Szombathelyre megyek, egyébként ahol a nagybátyám dolgozott a vasútnál egy középszintű vezetőként, és hát onnan tudtam, hogy éppen Szombathelyen a Németh-Pali bácsi akkor még haladásos volt. Igen, tehát a Hali volt. Igen, hogy oda keresnek vezetőedzőt. Fölvettem a kapcsolatot a szombathelyekkel, voltam is ott, éppen egy edző értekezletre pottyantam be, és ahol Németh-Palit én ismertem már akkor is, ahol ízott a levegő körülötte, olyan parázsviták voltak. Csak a nézők kedvéért mondjuk el, hogy Németh-Pál, az ifjabb Németh-Pálnak Gécsek Krisztián és így tovább mindenkinek. Gécsek Tibieknek Szitácsék, igen. Aztán Pars Krisztiánnak. Igen, őt úgy is hívják Magyarországon, hogy a dobó pápa. Diszkoszvetőknek. Igen, a Horváth Attiláéknak. Tehát egy Annuséknál nála kezdtek, Fazekaséknál nála kezdtek. Igen. Tehát egy nagyon-nagyon komoly bázist épített ki. De hát mindenki, aki ilyen komoly egyéniség és karakter, az nagyon komoly csatákat is vív azért, hogy az eredményét el tudja érni. És hát a Pali bácsi ilyen volt. És a másik lehetőség, másik pedig a Videoton volt. Az akkori utánpótlás szövetségi kapitány, Sebő Attila, aki egyébként nagyon jó barátja volt Harsányi Lászlónak, ő mondta, hogy itt Fehérváron keresnek futóedzőt. Én futókkal kezdtem el foglalkozni, én futóedző akartam lenni.
bár atlétika szakedzői képesítésem van, de hát nyilván az a szakág, amit magam is gyakoroltam, az volt számomra inkább a kedves. És eljöttem ide is. Még akkor Pokrovenszky Laci volt a vezető edző itt, és mint beosztott futóedző jelölt, vitt körbe a városban, akkor jártam össze az Öreghegyen, és ezt azért elmondom, hogy érdekes volt, hogy beültünk a kis trabantjába, és mondta, hogy na, elviszek az Öreghegyre, megmutatom, hogy milyen. Úgy körülnéztem, és látom, balra van egy hegy, meglehetősen jobbra is van egy hegy. Hát, hogyha ezek ide tartoznak Fehérvár, akkor jó nagy város ez a Fehérvár. Fölérünk, nagyon szép ház, megyünk, és akkor mondja, na, hogy tetszik. Mondom, mi? Azt mondja, hát az Öreghegy. Ja, hát mondom, ez a hegy, hát nyilván a meccsekhez képest ez. Igen, hát ugye a Bakonyt meg a Vértes láttam, hát akkor még ugyan nagyon nem tudtam elhelyezni magam. Na hát itt jelentkeztem, és meghallgattam, hogy mi a feladat, és egyértelmű volt, hogy itt az a 41 néhány, azt hiszem 42 fiatal, 13-15 éves, vagy 16 éves volt a legidősebb gyerek, aki közép-hosszú távfutó akar lenni. Ez egy olyan szakági feladat, amit el kell vállalni. Míg Szombathelyen a Palival nagyon jó, szívesen dolgoztam volna együtt, na de hogy az ő főnöke legyek, ezt el nem tudtam volna képzelni. Igen. Úgyhogy ez a vonal, ez hogy fogtál szóval munkához? Tehát ott volt 40 gyermek. Hogy lehet megállapítani általában egy atlétaedző, hogy teszi ezt, hogy mely gyermekek a tehetségek, vagy csak a nagyszámok törvény alapján, hogy úgyis van köztük tehetséges, és mindenkivel azonosan foglalkozik? Hát nyilván, hogy tevékenység közben derül ez ki. Hát, lehet itt sok mindent mérni, de ugye ezt meg is csinálták, és gondolom, hogy mai nap is csinálják a fejlett technikával rendelkező országok. De amikor elkezdtünk ezekkel a gyerekekkel edzeni, akkor derült az ki, hogy kiből mi lehet. És nem is azonnal, hanem ez egy folyamat, ez egy kiválasztódási folyamat, aminek a vége lett Tölgyesi Balázs. Tehát a tehetség megismerszik és kitör előbb. Ez biztos, ez így van. Beszéljünk, ha már Tölgyesi Balázs nevét a Korányival együtt, azt hiszem két remek, nagyszerű ember. Olimpikonokról van szó. Hogy lehet felkészíteni valakit, hogy oltatlanul is a magyar szint más? Tudjuk, hogy szomorú ezt kimondani, de azért főleg a kenyai, etióp, hadd ne soroljam tovább, középtávfutásról beszélünk, 800-1500 inkább és fölfelé. Igen. Hogy lehet a magyar tehetséget versenyképessé tenni? Hiszen neked sikerült, ha valaki, akkor ezt te el tudod mondani. Hát valóban ugye ők voltak azok, akik utoljára ebben a szakágban, és előtte csak Zemel Jani volt 76-ban, akik elődöntősök voltak, olimpián nem csak kijutottak és megfutották a szintet, akkor még nyilván nem feltétlenül azt számított, hogy kijuthat valaki, hanem azért egy olyan eredményt határoztak meg a szövetségnél, amit az illet teljesíteni, ahhoz, hogy nyilván tovább tudjon jutni. Tehát ehhez az olimpiai szinthez vezető út, az megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy azért egyenes volt, azért, mert ugye megfelelő adottságokkal, megfelelő háttérrel rendelkeztek ezek a fiúk, és ez nem feltétlenül csak fizikai képességet, hanem mentális tulajdonságokat is jelent. Tehát ahhoz, hogy valaki mondjuk 3-35 körül, illetve 1-45-ön belül tudja 800-at, illetve 1500-at, nyilván ehhez kell, de tehetség is kell. Nyilván olyan fizikai képességek kellenek hozzá, olyan mentális adottságok kellenek hozzá, olyan partnerek kellenek, mert ezt egyedül nem lehet csinálni, és ez a 42 ember, bármilyen furcsa is ezt mondani, arra volt jó, hogy partnere legyen a Balázsnak, hogy odaig el tudjon jutni, mert edzőpartnerek kellettek ehhez. De nem lehet ezt egyedül csinálni, nem lehet azt a hatalmas munkát, amihez kell egyedül végrehajtani. Azért 18 éves koráig, 13 éves korától a Balázsnak volt 5 éve, amikor megalapoztuk azt itt Fehérváron, hogy aztán később, és ez is egy tudatos választás volt, hogy látva azt, hogy itt nincsenek meg a partnerek, hogy innen tovább tudjon lépni, menjen ki az Egyesült Államokba, az egyetemi sportrendszer az olyan kitűnő lehetőséget biztosít, ott folytassa a munkáját.
És az első évben ő Missouri Valley College-ban egy kis egyetemen tanult, faxon küldtem neki az edzésterveket. És amikor ő átment a Nebraska Egyetemre, akkor két éven keresztül abszolút csak azzal a csapattal edzett, akik ott az egyetemi csoport voltak, de az utolsó két évben már a résztávos edzéseket zömében a szabadtéri edzéseknek a nagy részét is már az ottani egyetemisták az én edzéstervem alapján végezték, tehát egy részét, mert egy rendkívül jó együttműködés alakult ki. És nekem az nem jelentett presztízs veszteséget, hogy két éven keresztül nem az én elképzelésem szerint készült a Balázs. Nem is kellett, mert a kettő lehetőség közül kellett választani. Én edzéstervem szerint egyedül, vagy csapatban. És természetes volt az, hogy a csoporttal fog edzeni és készülni, és akkor ugye ezért csak rájöttek az alatt a három hónap alatt, amíg itthon voltak, és a Balázs tovább tudott lépni, hogy érdemes esetleg ezt a módszert átvenni, és igen, így készülni. Ez pozitív megerősítés neked és az edzőnek. Persze, viszont hogy... azért nehéz szívvel engedi el az ember a tehetséges tanítványát. De hát azt hiszem, én nem engedtem, én abszolút nem engedtem el nehéz szívvel, mert ugye volt folytatás is. Tehát nem csak tehát a tudtad tíme... akkor már, hogy lesz folytatás? Nem csak a Balázs volt az egyetlen, aki kiment, hanem Tímár Levente is ott szerzett diplomát, ma már doktor és tudományos kutató, de a Vég Tibor is, és azért engedhettem őket nyugodt szívvel, mert biztos voltam és tudtam azt, hogy ők alkalmasak arra, hogy ezt a kettős feladatot ellássák, tanuljanak, civil egzisztenciát építsenek, és mellette kitűnő sporteredményeket érjenek el. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, ez a sportágunkban egyébként egy hihetetlen nagy hiba, és nem csak a mi sportágunk tettem, álltam az életben, amikor kimennek emberek külföldre, akkor nem úgy élnek és nem úgy viselkednek, mint ahogy egyébként szoktak, hanem elengedik az érzelmeiket, és nem a lehetőségekkel élnek, hanem visszaélnek. És sajnos a mi sportágunkban is nagyon sok fiatal ment ki, és nem a jó hírünket vitték. Ez egy tragédia, és egyébként mindenki, aki kimegy ebből az országból, jó lenne, hogy arra is gondolna, hogy ők 10 millió határon belül élő magyart képviselnek. Itt nőttek fel, itt tanulták meg az alapokat. Igen. Tehát a videóton, ez volt a videótonira a siker sztori, ha úgy tetszik, igen, hiszen két olimpia is belefért. Aztán egyszer csak a videóton megszűnt, mint tudjuk. Nehéz volt felépíteni az alakot? Hiszen ez már az új élet. Igen. A videóton az 93-ig tartott, 93 végéig tartott. Az olimpia 96-ban volt. Ott egy átmenetet kellett találnunk. Nagyon nehéz volt. Ugye látható volt az, hogy a vidatongyár privatizációja után folyamatosan szüntették meg a szakosztályokat, hogy nekünk lépnünk kell. Az akkori vidaton elnökség felé jeleztük, hogy igen, tudjuk, hogy ez lesz a mi sorsunk is, azt kérjük tőlük, és ez egy 90. októberi elnökségülés előtt volt, hogy ezt a gazdasági évet vihessük végig, hogy 94 elején tudjunk egy új klubot alakítani, egy szakosztályos atlétika klubot alakítani. Ennek ellenére októberben az elnökség úgy döntött, hogy megszünteti a atlétika szakosztályt. Villám gyorsan kellett nekünk lépni, és szerencsére volt egy nagyon agilis akkori szakosztályvezetőnk, a Tölgyesi Feri, Balázs Nekes Erődnek az édesapja, akinek a segítségével létrehoztuk az Arakot. Pontosan egy új klubot hoztunk létre, de a régi, a 924-es Araknak a nevét vettük föl, és azt gondolom, hogy azzal szemlélettel, amit ők képviseltek azonosulva, ez méltó használói vagyunk az Arak névnek. Ugye a létesítményhelyzet nem volt megnyugtató hosszú-hosszú abszolút ideig. Most változott a helyzet, hála Istennek teszem hozzá, és ebben is azért óriási szerepet volt. Hogy sikerült elérni, hogy hát azt mondom, sajnos atlétika pályában nem állunk jól Magyarországon, semmilyen értelemben és módon, de hogy sikerült eljutni addig, hogy most itt van egy komoly létesítmény a Bregyó közben? Mi minden kellett hozzá? Hát folyamatosan küzdöttünk a létesítmény problémákkal. Ugye a 85-ben a UEFA kupa döntő miatt csinálták meg a műanyagpályát a Vidaton centerpálya körül. Az tönkrement, akkor azért kellett küzdeni, hogy legyen valami
már arakosként legyen valami alternatívája. Vagy azt csinálják meg, vagy építsenek egy új pályát. Szó szerint baleset veszélyes volt, és olyan volt, hogy lábközépcsontja eltört. Egyébként a gyolcsos kislánynak, aki ma már kitűnő rögbis, az ő lábközépcsontja tört el még, mint atlétáé. Ezért küzdöttünk, de sohasem erőszakosan és sohasem úgy csináltuk a dolgunkat, hogy ez ellenérzést váltson ki bárkiből is. Mondjuk mi kérhettük volna azt, hogy csinálják meg a 2006-ban átadott pályát, hogyha nincs ahhoz megfelelő eredményesség. Nem vesztettük el a célt a saját szemünk elől, tudtuk, hogy mi leginkább azzal tudjuk a kéréseinket alátámasztani és annak a jogosságát elfogadtatni, hogyha olyan eredményeket érünk el. Tehát folyamatosan igyekeztünk a lehető legjobb eredményeket elérni, és lám, mi lett a vége? 2012-ben az olimpia után, amikor elkezdték építeni a bregyót, amit ugye 14-ben adtak át, nyilván, hogyha mi nem szereplünk úgy, vagy nem végzünk olyan munkát, ha nem a városvezetés, vagy a város közössége számára nem csinálunk olyan programokat, amik nem csak annak a szűk közösségnek, akik atlétának nevezik magukat, fontos, hanem az összes iskolás gyereknek ez az aktív program. Vagy nem kezdünk el utcai futóversenyt szervezni, mert erre igény volt. Hogyha nem látja azt a városvezetés, hogy ezek az emberek, ezek nem csak maguknak dolgoznak, hanem ennek a közösségnek is értéket teremtenek, akkor lehet, hogy ma már nincs atlétika szakosztály. Tehát ez a komplex gondolkodás mind segített abban, hogy megértse mindenki, hogy miért kell folyamatosan fejleszteni a bregyót, mert lehet, hogy nem a gyémántliga a cél, hát ezt kimondhatjuk adott esetben, de hát ahhoz viszont tenni is kell. És ott kezdődik, hogy egyik oldalról ott vannak a gazdasági szereplők, akik ezt segítik, ott vannak a szakemberek, tehát ti, de viszont ott van így szépen felfelé, a töpörtyüktől egészen az eredményes atlétákig. Hogyan lehet ezt fenntartani mostanság itt Fehérváron? Azt tudjuk, hogy a városvezetés büszke rátok, és büszke arra, hogy itt van ez az atlétika pálya, ahol egy ilyen rangos atlétika versenyt meg lehet tartani, ha már egyszer nincs Pesten rendes. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy köszönet a városvezetésének, mert ennek a létesítménynek a fenntartása, ez jelentős anyagi erőket igényel. Nem csak a mi sportágunkban, hanem az összes nagy egyesületnek már saját otthona van, labdarúgóknak, jégkorongnak, kézilabdának, kosárlabdának, és nekünk is, és ezeket a létesítményeket a város tartja fönt. Hát amikor te azt mondtad a bevezetés során, hogy nem csak kultúra, gazdaság, a történelmünk miatt kiemelt város, hanem a sport miatt is. Hát ezt én szerintem rendkívül jól látja a városvezetés, hogy ebbe beinvestál, és ennek a következtében itt a sportágak dömpingje jelenik meg, és nincs az a fiatal gyerek, aki ne tudna sportágat választani itt helyben, mert minden van. Hát aki ma Fehérváron versenyszerűen vagy csak hobbi szinten sportolni akar, biztos, hogy talál magának sportágat. Egyetért. Ha nem, akkor kitalálja. Egyébként ma ott tartunk, hogy kitalálunk sportágat. Nos, viszont nagyon jó ránézni ugyanakkor az eredménylistákra. Tehát most a Babos itt eltekintett, de itt van nekünk Szabó Dani, és itt tovább, tehát a fiatalok. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó úton jártunk. Amikor az ember folyamatosan az életének a jobbik felét egy célnak szenteli, mennyire jelent pozitív megerősítést, hogy ezt mások is észreveszik? Ez egyben az utolsó kérdés is, hogy milyen gondolatokkal fogadtad az elismerésről szóló értesítést? Én azt gondolom, aki dolgozik, az mindenki arra vár, vagy arra vágyik, hogy elismerjék, amit csinál. Van, aki abban, hogy több fizetést kapjon, van, aki abban, hogy a főnöke megdicsérje, és nyilván ez általában meg is valósul, de akkor, amikor
egy közösség, amelyikért dolgozik, ismeri ezt, az nagyon-nagyon jó érzés. Tehát őszintén, amikor megkaptam az értesítést arról, hogy ebben az ismerésben részesülök, akkor ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, és még föl is merült bennem, hogy egyáltalán méltó vagyok-e erre, aztán választ végül is a laudáció megadta, mert annak az utolsó mondata az volt, hogy ezzel az elismeréssel a Székesfehérvár sport életének egy meghatározó közösségét is elismeri. Hát én tudom jól, hogy ez nem csak nekem szól, hanem ez elsősorban annak a most araknak nevezhetjük, atlétika társadalomnak vagy atlétikai közösségnek, ami Fehérváron él. Ebben benne vannak, ebben a kitüntetésben az eddigi tanítványaim, az összes arakos kisgyerek, aki aztán felnőtt és sportoló lett belőle, a szülők támogatása, a támogatóink, a sportvezetőink, akik az elmúlt 30 évben segítették a munkánkat, és természetesen nagyon fölemelő érzés azt, hogy ezt a munkát, amit mi elvégeztünk, ezt mások is úgy látják, hogy kitüntetésre érdemes. Tehát akkor a jelmondat ezen felül, maradjunk a Sitius, Altius, Fortiusnál, tehát gyorsabban, magasabbra, erősebben. Maradjunk. Ezt kívánom neked és minden munkatársadnak, minden edző kollégádnak, és természetesen a versenyzőknek is, a töpörtyüktől egészen a nagyocskákig. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és gratulálok még egyszer. És köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Hirt Károly volt, az ARAK vezetője, aki Pro Civitate díjban részesült augusztus 20-án az ünnepi díszközgyűlésen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!